Szerintetek magánügy vagy közügy a szexualitás? Teljes mértékben magánügy, szerintem. Magánügy. És akkor miért vonultok fel? Hát ez egy jó kérdés. Magánügy. Magánügy. Azt hiszem magánügy. Magánügy lenne, de mivel közügyi emelték, ezért nekünk is szót kell emelnünk, hogy az visszamenjen a magánügynek a szférájába. Magánügy. Akkor miért vonultok fel? Azért, hogy egyenlő jogokat kaphassunk, mint azok, akik heterók. Nem tudom, nem tudok rá válaszolni, kicsit zavarba jöttem most. Ez magánügy, akkor úgy kellene kezelni, akkor nem kell belőle közügyet sem. Egyértelműen magánügy, egyértelműen magánügy. Közügy nem lehet. Közügy a normalitás alapján álló szexualitás lehet csak, aminek a képlete egyértelműen a férfi és a nő. Én jó magam megjegyzem, nem vagyok meleg, de büszke vagyok, büszke, a melegek büszkék lehetnek, a magyarok büszkék lehetnek. Mire vagyunk büszkék? Mire legyünk büszkék? Hogy emberek vagyunk, jó emberek vagyunk, európaiak vagyunk. Büszkén vállalom azt, hogy fehér vagyok, magyar vagyok, büszke vagyok a történelmünkre, büszke vagyok a családomra, és büszke vagyok, hogy egy ilyen közösséghez tartozhatok. Meleg barátaimra vagyok büszke. Én arra büszke vagyok, hogy a szocialisták voltak azok, akik emberjogi szempontból elmentünk a falig. Lényegében a melegházasságon kívül az öröklésnek a jogát, a regisztrált élettársi kapcsolat jogát, és nagyon sok mindent hoztunk törvényeket, amire igenis büszkék vagyunk. A létezésemre, arra, hogy itt vagyok, arra, hogy még mindig itt vagyok. What are you proud of? Proud of being myself. Büszke vagyok arra, hogy elfogadó vagyok. Ma volt a Budapest Pride is. Mit üzenne azoknak, akik azon vettek részt? Semmit. Ez az emberiség söpredéke, úgy mondanám. És ezektől inkább megszabadulni kellene valahogy. Nekem személy szerint nincsen velük bajom, sőt, ismerek is ilyen embereket. Nem is hallottam erről, hogy gyülekeznek, úgyhogy igazából szégyelhetik magukat. Szégyeljék el magukat, én úgy gondolom, mert jelen pillanatban ők azok, akik elfogadhatatlanná teszik azt a problémát, ami ugye az életkezdete óta jelen van magyarul, a homoszexualitás. Tehát addig egy homoszexuális soha nem fogunk megérteni és elfogadni, amik ővelük azonosítjuk. Azt üzenném a Pride résztvevőinek, hogy a szexualitás az nem szabad, hogy politikai kérdés legyen. 1968 előtt erről nem is volt szó. Ez egy deviáns hadüzenet a társadalom normalitása ellen. Feltétlenül üzenem nekik, hogy legközelebb jöjjenek el ők is, és akkor nagyon jól fogják magukat itt érezni. Akkor ön is el fog menni az ő rendezvényükre? Azt nem hinném, mert nem értek velük egyet. Én azt üzenem a Pride-osoknak, hogy nem támogatom a vonulásokat, a nem identitásokat tiszteletbe tartom, de tartsák meg a magánügyüknek. Törökországban, más országokban meg ledobálják őket a háztetőről. Tehát ehhez képest nem értem, hogy itt mi a problémájuk, mikor itt szabadon vonulhatnak. Tehát semmivel sem különb egy heteró, mint egy meleg. Becsésen, ha miért laknak ott? Miről szól szerinted a házasság? Hát meg lehet kérdezni a szüleimet, akik 27 éve boldog házasságban élnek. Én nem vagyok házas, úgyhogy nem tudom, hogy miről szól a házasság. Számomra család az is, hogyha mondjuk a öreg néni együtt él a idős lányával, család az is, hogyha valaki együtt él a tudom, egy lány együtt él a barátjával, de még nem házasodtak össze. A házasság és a család az egészen pontosan miről szól? Szeretetről. Meg biztonságról. Akár a Momentum is lehet egy nagy család? Magyar Nemzet is lehet egy nagy család, és legyen is. Mi azon dolgozunk, hogy a Magyar Nemzet egy nagy család legyen. Hogy definiálná a családot? Férfi, nő és gyerek. Egyértelmű, és minél több a gyerekből. Családot, az én szerintem a család az normálisan úgy néz ki, hogy egy férfi, egy nő és a gyerekek. Ebből áll egy család. Nem szoktam búzi felvonásra járni, csak egyszer akartam megmutatni ezt, hogy nincs jogbiztonság, és nem egységesen alkalmazzák a bíróságok a törvényt. Brutális mértékben diszkrimináltak, és mondom a kettős mérce szerint, tehát nem lehet érteni, amiről ők beszélnek, egy elképesztő előítélet alapján diszkriminálták, és a jogaimban, tehát úgymond szabadságjogaimban korlátoztak. Abszolút hiszek a sokszínűségbe, épp ezért követeljük mi is ezen a színskálán a saját helyünket, a jogot a saját helyünkhez. Hát azt szoktam mondani, hogy nem csak a szerelem mindenki, hanem a magyar állam is mindenki. Itt üzenünk nekik azt, hogy kapják be.